Üdvözlöm a kedves nézőket, Gajzágo György vagyok, ez pedig itt a Heti Kortárs, a Heti TV Kultúra és Magazinja. Ezt a műsort azért hoztuk létre több mint egy éve, mert 60 plusz adáson túl vagyunk, és hogyha az eddigi adásokra kíváncsiak, akkor egyszerűen üssék be a keresőbe, hogy Heti Kortárs, és az összes eddigi adás az elérhető lesz, mert hogy fent van a YouTube-on. Olyan személyiséget hívunk meg ebbe a műsorba, akik ezt a sokak számára érthetetlen, rejtélyes kortárs szektort szeretnék jobban megismerni, és olyan személyiséget hívunk meg, akik ezt a dolgot egy kicsit jobban megérthetővé teszik, egyszerűen azért, mert ezzel foglalkoznak nap mint nap. Mai vendégem Nemes Márton, festőművész. Szervusz, Marci! Üdvözöllek! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és ez a találkozó elég nehezen jött össze, tehát már régen levelezünk erről. Már egy fél év. Igen, fél év plusz, vagy talán annál régebben is. És ugye itt nagyon sok minden ebbe közre játszott, részint ez a Covid-válság, részint pedig, hát helyek közel nem élsz itthon, tehát Londonban. Leginkább nem, igen. Londonban vagy. Miért pont London? Ez egy érdekes dolog, mert volt egy olyan pillanat az életemben, 30 éves korom körül, amikor azt éreztem, hogy most valahogy, ha én tovább szeretnék akármilyen szinten lépni az életembe, gondolkodást, úgy művészetileg, szakmailag, bárhogyan, akkor nekem így el kell, hogy innen mozduljak. És írtam akkor minden nemzetközi az Art World-ben nemzetközileg tevékenykedő ismerősömnek, hogy én munkát szeretném. Tudtam, hogy ha én elköltözök, akkor nekem dolgoznom kell valahol, és szerettem volna asszisztense lenni egy művésznek. És úgy voltam vele, hogy bárhol elmegyek, csak ne Londonba. És végül így ez jött. Tehát volt egy ilyen Los Angeles, Sterling Ruby Studio, ott lett volna egy helyem, és végül egy londoni galériás ismerősöm segített, az ő egyik művészéje fogadott be, hogy onna hozzá tudtam menni dolgozni, és akkor így lett London. Hadd kapaszkodjak ebbe vele, hogy ez a galériás ismerős, tehát ez például hogy lesz? Tehát, hogy sokan tudják, vagy ha nem, akkor elmondom, tehát ez az Art World, ha már ez így elhangzott, igen, ez a kortárs szektornak a globális szervezete, igazából nem is, ugye a szénán mondják magukat, de nincs egy egységes szintér, hanem itt ilyen kis helyek vannak, tehát hogy van a műterem, meg a galéria, meg a non-profit, for-profit kiállítóterek, meg múzeumok, galériák, vásárok, biennálé. Igen. És ugye erről a networkről most van Barabási Albert Lászlónak egy kiállítása a Ludwigban, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, hogy ez például hogy alakult neked ez a galériás kapcsolat? Hát én azt gondolom, hogy amiket így elsoroltál, ezeket a kis szektorokat, vagy szegmenseket, ezek azért összefüggenek. Szóval, hogy itt nyilván vannak különböző céllal működő részei az Art World-nek, de hogy valahogy mindegyik hatással van mindegyikre, és mindenki egy kicsit figyel, mindenki egy kicsit nézi, hogy mi van. Tehát ha sokszor egy művész azt gondolja, hogy csinálja a dolgait, és hogy jaj, nincsenek kiállításaim, nem tudom, nem hívnak fel, nem csörög a telefonom, engem senki nem lát. És közben emberek figyelnek, tehát hogy így sokszor, nem tudom, volt egy ilyen kurátor, aki azt mondta, hogy ő, hogyha neki tetszik egy művész, akkor nem csinál semmit, hanem vár és figyeli, és 5 év múlva, hogyha még mindig tetszik neki, akkor ír rá. És hogy ez sokszor alkalmasunk galéristekkel, vagy gyűjtőkkel, meg még inkább így van. És például ez, akiről beszélünk, Kár Kostya, ő egy Londonban, hát most már igazából Stockholm, Svédországban is van galéria. Tehát, hogy ő... Egy elég jó nevű galerista. Ő egy jó nevű galerista. Ő alapvetően félig magyar származású, azt hiszem az édesapja magyar származású volt, és őt alapvetően érdekli, felelősségének érzi, hogy egy kicsit támogassa ezt a magyarországi művészeti szcénát. Ugye volt Bach Imre kiállításnál a Maurer Dórát is, azt hiszem, ami most a Tétben van, azt azért a Kár nagyban segítette. És ő így járt ugye egy Budapestre, és így nézelődött, és így kapcsolatba került. Találkoztató. Azért itt elhangzott, hogy nagyon sok helyre írtál, tehát hogy a szándék, az akarás,
az nagyon fontos azért ebben a szektorban, igen. Mert akiben ez nincs meg, tehát hogy tud, de nem akar, akkor az valahogy nem viszi semmire. Szokták mondani, hogy az kap csokit, aki kér, nem? Tehát, hogy hát igen, meg az kap csokit, aki érvényes. jó volt, az hát, meg igen. Annak ki kellett takarítani a lakást, meg kellett mosogatni, meg kellett csinálni a házi feladatot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem elég akarni, hanem azért ebben van egy nagy adag spenó, amit meg kell lenni. Tehát, hogy jónak kell lenni. Igen, is, de ez kell nagyfokú szerencse is szerintem, mert attól, hogy valaki jó vagy tehetséges, nagyon sokszor mondjuk nem kerül időben nem kap annyi fényt, amennyit megérdemelne, és nagyon nehéz egy életen át mindig kitartani és hinni, hogy majd ez egyszer jó lesz. Uh-huh. De hogy tehát nem tudom, nekem az, hogy én ezt elhatároztam, hogy én országot váltok azért, Ez nem volt egy méz nyalás, tehát így elköltözni Angliába, hát külvárosba, hogy nem, és szokták még a sivatagba homokot vinni, tehát az egyfajta merészség. Az kellett, és ez tényleg olyan volt, amik az emberek elképzelik, az kemény volt. Tehát az első év Londonban az kemény volt, az tényleg. Igen, tehát ugye ott fogást találni, tehát én beszéltem egyébként művészekkel, és vannak ilyen rövidebb sztorik, amikor valaki, tehát azért, hogy elmondhassa, tehát kimegy New Yorkba, mondjuk egy kiállításra, de csak annyi pénze volt, hogy megvette a repülőjegyet, és akkor híd alatt aludt, és akkor igen. Egyébként ilyen... Tehát, ennél egy fokkal nekem jobb. Szomorúk ezek a történetek, de ez benne van a pakli, és akkor mondhatja, hogy már New Yorkba. Igen. Igen. Tehát itt azt hiszem egy kicsit többről van szó, mert neked, ha jól értem, hogy sikerült valahogy gyökeret verned, különben talán nem mennél vissza. Valószínűleg. Ugye én, amikor megérkeztem, akkor elkezdtem dolgozni ennek a művésznek, Henry Hudsonnek, és közben úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ebben a londoni művészeti szektorban én bármilyen szinten releváns tudjak lenni, ahhoz el kell kezdjek valahogy kapcsolódni ez a szektorhoz. Tehát kontextusba kell kerülni magának a művésznek is a Wapworldben, nem csak a műveinek kell művészettörténetek illeszkedni valamihez, hanem a művésznek is önmagát. Pontosan, és ami nekem ebből egy egyértelműen adódott, az az, hogy a londoni művészek, vagy az ott élő, vagy az oda minden onnan a világtájáról érkező hozzám hasonló emberek, akik szeretnének valamennyire szót nyerni, vagy láthatóvá lenni, felsőoktatást, tehát művészeti felsőoktatást, úgyhogy én azonnal jelentkeztem a Chelsea College of Arts-ra, ahova fel is vettek egy masterkurzusra, és akkor én ezt elvégeztem ott, és ez volt az, hogy ugye Magyarországon sokszor mondják, hogy a diploma milyen fontos, mondjuk a képzőn, vagy Pécsen, vagy nem tudom, mert hogy a galériások ugye azt nézik, meg a gyűjtők, meg akkor azt a szakma látja. Krediteket kell szerezni. Igen, szóval ez Magyarországon is valószínűleg működhet így, de hogy Angliában ez tényleg így van. Tehát, hogy Londonban nekem akkor a diploma kiállításon, én ott megismerkedtem több olyan kollégával, akik eléggé regnáló szereplők a palettán, illetve ott azonnal megkeresett egy galériás, akivel utána elkezdtünk dolgozni, ő volt Anka Kultis, aki konkrétan a diploma kiállításon így besétált, és akkor így wow, I want this. Szóval tényleg, mint így a filmeken, vagy nem, és akkor én így néztem, hogy Igen, tehát én is úgy gondolom, és itt a kedves nézők is látják a háttérbe futtatott képeket, illetve hát néha egész képernyőre is kitesszük, hogy ezek azért nagyon ütősek. Tehát a kortársnak nagyon fontos része, hogy úgy ránézésre azonosítható legyen a művész, igen. És azt hiszem, hogy nálad ez tetten érhető. Hogy szokták, tehát mivel szokták illetni a te képeidet, hogy vad, vagy hivalkodó, vagy nem? Tehát, hogy nem. De mit szoktak erre mondani? Mert azért, ha ránézünk, akkor nagyon sok néző, aki esetleg a kortársban nem annyira jártas, hogy hú, hát ez aztán nagyon kortárs. Tehát, hogy mitől az? Igen, hogy egyrészt ugye szokták mondani, hogy nagyon intenzív, amit csinálok, intenzív. Ugye ez részben, nem tudom, egy kicsit most ez egy ilyen érdekes sztori, hogy erre így utólag jöttem rá most nemrég, hogy amikor én gyerek voltam, akkor az én szüleim, ők nem tudom, édesapám mérnök, vagy édesanyám általános iskolás pedagógus, vagy általános iskolai pedagógus, tehát hogy ez a 80-as években nekünk nem volt nagyon sok pénzünk. Tehát, hogy konkrétan így volt a szelet kenyér, amin volt vaj, és akkor volt rajta egy darab parizel. Ez sokan voltak így. Ezt mindenki ismer ezt az érzést, és én annyira szerettem volna rátenni legalább még 2-3 szelet parizel. Tehát, hogy én azt akartam, hogy
azon a kenyéren legyen még, mert nem érzem az ízét. És valahogy ezt érzem, hogy így sokszor így a művészetben is, tehát ami nem tudom, hogyha gondolunk, tehát mondjuk klasszikus művészet, vagy reneszánsz, vagy tehát akár a modern művészetben is sokszor, ami egy kicsit már úgy régen, ez egy picit olyan finomabbak a színei, picit a festék réteg rajta. Tehát az egészben van egy ilyen visszafogottság, egy ilyen finomság, egy ilyen mérték, ami valahol persze gyönyörű, és én ezt szeretem, de közben én engem valahogy gyerekkoromtól kezdve mindig volt bennem egy ilyen, nem a mértéktelenség, mert ez egy rossz szó, hanem hogy ezt a fajta ilyen folytott mérték. Én úgy gondolom, hogy egyébként egy ilyen egészséges becsvágyal, és ezt például Bojár Gábortól olvastam valahol, ugye? Hogy egészséges becsvágy nélkül ez a dolog nem megy. Tehát, hogy kell, hogy az embert hajtsa, hogy akarok valamit, és ez nem feltétlenül ugye az egónak a fényezéséről szól, hanem szeretnék valamit létrehozni. Igen. Az alkotás az sokkal több annál, pláne egy kortárs esetében, akinek ugye a világgal kell foglalkozni, tegyük jobbá, meg tartsunk tükröt, meg szokták mondani ezt a dolgot még sokféleképpen, hogy ehhez azért, tehát, hogy nagyon kell tudni, hogy jusson át az üzenet. Nem? Tehát aki bezárkozik a műterembe, és nem változtat, hanem csak úgy el van, és akkor úgy várja, hogy felfedezzék, az manapság nem sokra megy. Igen, én valahogy az nekem így célom, hogy nekem a művészet maga, vagy maga a műtárgy, amit létrehozok, vagy inkább kiállítás, én sokkal inkább kiállításokban gondolkodom, mint egy-egy műtárgyban, tehát hogy ott a... Én azt szeretném, hogy ott legyen valami olyan, tehát hogy valami olyan érzelmileg, vizuálisan, mindannyian egy kicsit egy ilyen gazdag, ez egy kicsit ilyen, egy ilyen remény van abban, amit én csak. Szerintem van benne egy ilyen nagyfokú túlélési vágy, hogy így én nem akarom azt elfogadni, hogy itt mondjuk, nem tudom, rossz irányba tartana bármi is, hanem én sokkal inkább valahogy azt akarom bemutatni, hogy ez az élet, tehát hogy van benne valamilyen fajta ilyen opulence, ezt szokták rá mondani, az ilyen kicsit ilyen túlfűtött, de hogy közben ez mégis arról szól, hogy ez az ilyen élni akarás, meg ez az ilyen vágyakozás. Igen, tehát lobogni kell. Igen, nem? Egy kicsit így azt ezt érzem, hogy... Nagyon ritkán érem tetten a magyarországi szcénába ezt a fajta lobogást. Például pár éve voltam kint Kolozsvárott egy ilyen diplomakiállításon, ami egyébként a helyi expón volt, tehát hogy beléptünk egy művészeti vásárba. Tehát standokon voltak kiállítva a diplomamunkák, és mielőtt együtt képzik a dizájnereket a művészekkel, a dizájnerek megcsinálták a művészek arculatát. Uh-huh. Tehát komplett konyhakész, kiérlelt portfóliók és fogyasztott művészek voltak ott kiállítva, uh-huh. És a művészek szemében izott az akarás, és folyékony angolsággal beszélgettünk ott arról, hogy milyen jó ez a dolog, amíg rá nem jöttünk, mind a ketten tudunk magyarul, és akkor úgy folytattuk ezt a beszélgetést. Igen. De és ott volt a fél város, ott esemény volt, és ott voltak már a nyugati kurátorok. Uh-huh. Tehát ugye már ott mazsoláztak ki a... Igen, nem. Igen. Hogy állunk ehhez képest Magyarországon? Hát nem így. De ki tiltja meg? Tehát, hogy... Nem tiltja meg senki. Ez egy picit szerintem ilyen, valahol egy ilyen, hát nem tudom, ez édesanyám mondta nekem mindig, hogy fiam, ahová nézel, oda lépsz. Aha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez sok esetben egy döntés, hogy én mit gondolok saját magamról, amit én képes vagyok elhinni önmagamról, és amit én képes vagyok elhinni, hogy ez nekem, ez ami adatot, vagy ami az én szintem, akkor valamennyire az a szint, vagy az, amit a világ is el fog rólam hinni. És hogy a románoknál, ők egyszerűen, ez egy nagyon jó, hogy hoztad ezt a példát, mert a románoknál semmilyen galériás hálózat nincsen, én úgy gondolom, hogy gyűjtő is ellenyésző van ott. Tehát, hogy nekik igazából Magyarországhoz képest semmiük sincsen. Hát azért van egy Adrián Genijük, aki sikerült még, igen, és akkor azért meghúzza az egész szcénát, azért nem, tehát az így persze, van. Persze, de hogy ez azért lett, mert egyszerűen ők a saját kontextusukon belül nem tudnák felépíteni egy sikeres műtárgypiacot, vagy művészt, ezért nekik alapból az országhatáron kívül kell próbálkozni. Tehát Adrián Geni egyszerűen úgy lett, hogy román emberek, akik dolgoztak a Sotheby's-nél, Christie's, Philips, nem tudom, ilyen olyan galériák, mindenhol Mihály Nikodim elment, nyitott egy galériát Los Angelesbe,
Mihály Pop Berlinbe, megszervezték a teljes román nemzetközi művészeti hálózatot, mert otthon nem tudták, és egyszerűen tehát egy sokkal nagyobbba kellett, hogy álmodjanak, és meg is létre is hozták, tehát felépítették saját művészeti brandjüket. Igen, és Adrián Genni képviselte Romániát a Velencei Biennálén. Igen, ez az egész egy ilyen... visszacsatornázódott a nemzeti diskurzusba. Így van? Igen, tehát de ez egy nagyon kollektív biznisz az egész, és ezt kevesen értik meg. Tehát mindenki egy kicsit ilyen individuum, ami egyébként tök jó, de hogyha itt nem brandekről beszélünk, akkor ezek az individuumok, vagy egók, ezek önmaguk körül pörögnek. Uh-huh. Az nem annyira hatékony. Igen. De hogy közben meg ugye ez a, ahogy David Lynch mondta, hogy restriction drives creativity, hogy gyakorlatilag amikor valamiben hátrányban vagy, vagy hátráltatva vagy, akkor ez a hátrány vagy hátráltatás sokszor növeli a kreativitás, mert akkor valami más módszert kell kitaláljál, hogy túljussál, mert az alapvető út nem járható. És hogy én sokszor azt gondolom, hogy nekünk, tehát én amikor elmentem Londonba, én azt láttam, hogy nekünk Magyarországon igazából baromi jó. Tehát, hogy itt tényleg, itt művészeknek, szinte majdnem minden művésznek van műterme, jó esetben galériánál van. Mennyire él itt Magyarországon az éhező művésznek a mitosza? Én nem tudom, rengeteg állami támogatás van, nemzeti kulturális alap, ösztöndi, Derkovics ösztöndi. Ez nem kényelmesíti el a művészeket egy valahol kicsit, igen. Hogy, tehát, hogy önálló lábra álljanak? Nem? Én megkérdeztem Londonban, hogy gyerekek, van itt olyan, nem tudom, council, vagy akármilyen government scholarship, ösztöndi, ami neked 3 éven alatt, vagy évig, minden hónapban biztosít alanyi jogon egy olyan összeget, amiből valamennyire meg tudsz élni. És senki nem hallott még ilyenekről. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy itt most nem tudom milyen tejjel, mézzel folyó kánál van, mert nincs, de ez biztos. De hogy alapvetően a magyarországi művészeti rendszer az valahogy úgy van megkonstruálva, hogy a művészek azok valahogy, tehát hogy vannak lehetőségek arra, hogy igazából tehát nem vagy a híd alatt teljesen azért. Igen, ez ilyen túlélésre megy a dolog, és nagyon sok megalkuvás, és néha még ilyen kicsit ilyen elvtelenséggel is, mert hát azért vannak feszültségek itt a magyar szénában, és hát például úgy említem, hogy az MMA például, aki most ugye dominálja ezeket a pályázati pénzeket, tehát azért nem felhőtlen a viszony, de a művészek mégis ugye megideologizálják, hogy miért jó ez a dolog, és hogy miért mégis pályázni, nincs más sansz. Tehát, hogy a jelenleg szerintem egy kicsit, és aztán cáfolj meg, ha nem így van, kicsit arra vannak berendezkedve, hogy ez a rendszer, ez általában halat oszt, ahelyett, hogy megtanítan halat fogni, ami hát perspektívában sokkal fenntarthatóbb lenne. Ebbe azt gondolom, hogy van valami amúgy, és ezt csak azóta tudom, hogy így van, amióta nem élek itt, és nem ezt veszem alapul, hanem megláttam, hogy más országban milyen modellek vannak, és ilyen, vagy tehát Amerikában vagy Angliában én nem láttam ilyen hasonló modellt, ahogy mi működünk itt. Igen, tehát el kell hagyni a komfortzónát, és itt a változásról beszélgettünk, mielőtt ide leültünk. Tehát mondják, hogy a változásnak az az étszer, hogy el kell hagyni a komfortzónát, nyilván ez egyfajta kényelmetlensége jár az elején. És például itt a Covid kapcsán, amikor ez kitört, tehát hogy mindenütt ezt tanítják, lehet legyen az marketing vagy művészet, teljesen mindegy, de azt senki nem tanított, hogy mi van akkor, ha komfortzóna adja el minket. Igen. Tehát ugye itt, amikor kitört a válság tavasszal, akkor egy csapásra változott meg minden. Tehát, hogy megváltoztak a fogyasztási szokások, a prioritások, a vásároknak az attitűdje, mindenki bezárkózott, és ugye a Maslow piramisnak az alsó szintje, a fizikai szintre rendezkedett be. Igen. Tehát, hogy ezt te hogy élted meg? Tehát, hogy mert itt volt, amikor fűsen őtt. Persze. Hát nekem nehéz volt, mert nekem például a tavalyi évem az eddig életemnek az ilyen legdinamikusabb éve volt, tehát 3 kontinensen tevékenykedtem, csináltam nem tudom, legalább 10 kiállítást, és ez egy felgyorsuló folyamatban nekem az idei évemre is lett volna ugyanígy nagyon sok program, ami, tehát egy így hirtelen snitt. Tehát, hogy így az volt, hogy elbuktam nem tudom 4-5 projektet, és akkor így és alapvetően már én nagyobb installációban, tehát az a gondolatmenetem is olyan volt, amit így nagyon-nagyon át kell struktúrálni. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen nagyon nagy pofára esés az elején, hogy így bezárt a workshop, ahol hegeztek meg ott sem. Hát ez nem volt egyedül, szerintem mindenki így volt. Tehát nyilván mindenki így volt, igen. Mindenki ment, hogy az ütött hangja, mert hát, hogy...
De közben meg elkezdtem olyan dolgokat így ösztönösen csinálni, elkezdtem rajzokat készíteni, elkezdtem akkor egy kicsit így olyan dolgokat elővenni, amiket már nagyon régóta halogattam, olyan technológiai problémákat, ami tudtam mindig, hogy meg kell oldani, de nem volt rá eddig időm. Tehát, hogy most például, amiket itt voltak itt a képeken, a londoni kiállításomon van egy ilyen, most elkezdtem használni egy rozsdamentes acél lemez, tehát, hogy most pont ezeken a képeken ez plexi, tehát ez ilyen tükör plexi, ami ugye egy műanyag lemez, és használok ilyen tükörpapírt, tehát nem ez a tükröződés, ez egy nagyon fontos dolog, mert én azt érzem, hogy most főleg ez a jelenkorban, ez az önkeresés, útkeresés, az, hogy te valahol önmagadat látod, vagy a tükröződő felület az igazából a külvilágot veri vissza, tehát ez valahol nekem egy ilyen tartalmatlanság, egy ilyen kont... ez kicsit ilyen sztereotípia, hogy a kortárs tükröt tart a világnak. Tehát igen, de én nem... Ennyis Kapoornak a fényes szobrait is azért szeretik az emberek, mert önmagukat látják benne, és... Persze, ez is valahol érdekes, de valahol nekem ebbe van egy kicsit ilyen komplexebben mennék ebben most bele. De hogy engem nagyon régóta érdekelt az, hogy ez hogy lehetne ezt nem üvegben, hanem ezt a tükröződés valamilyen ilyen nagyon forever, ami szintén ugye, tehát most elkezdtem olyan anyagok felé fordulni, ami ilyen örökké tart. Tehát, hogy nem tudom, például egy tükör, polírozott, rozsdamentes acél lemez, az sem nem tud eltörni, nem fog, nem tudom, megvetem. Tehát az sem, tehát egy kicsit ez a bizonytalanságra valahogy úgy reagálok a művészetem, hogy egy ilyen biztosság felé, egy ilyen permanensség felé való törekvés, és ez pedig nekem ez egy fél éves munka, ez konkrétan a lockdown, londoni lockdown elején bezárkoztam otthon, ugye be voltunk zárva, és ez egy hosszú research volt, mire megtaláltam, hogy hol gyártanak a világban ilyen anyagot, akkor azt leszerveztem, akkor a gyárral feltettem a kapcsolatot, STB, akkor ennek az anyagnak az egész import jogok, és mindenféle. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ami tehát, ha ilyen dinamikusan dolgozom, ugye ilyenre nincs idő. Tehát, hogy először azt mondanám, hogy ez az egész lockdown engem padlóra küldött, de így utólag nekem ez egy nagyon jótékonyan megváltoztatta a művészetemet. Tehát egyrészt ez a rajzokkal bejött a festészetem, és elkezdett egy másik irányba menni. Ugye. Ez mindig érdekelt, hogy tudom valahogy egy darab ceruzával valami festői gondolatot kibontani, ugye, ami egy kicsit leképezése annak, amit egy művész csinál. Ezek a rajzok, ezek nekem így most, ezek hoztak egy ilyen újfajta gondolkodást. Nem tudom, szóval én a nap végén, nekem a 2020 igazándiból, nem tudom, hogy ilyen elhangozhat-e tévébe, de hogy ha végig gondolom az egészet, a mélységeivel és a depresszióval, az is volt mindennel együtt, én azt gondolom, hogy én hálás vagyok, hogy ez itt történt. Teljesen jó, amit mondod, én is egyébként ilyen vagyok, tehát van egy ilyen jó mondás, amit sikerült magamévá tenni, hogy ha citromot dob neked a sors, akkor csinálj belőle limonádét. Így van, pontosan, ez tetszik. Tehát nézzük meg, hogy... Tehát van még egy kis analógia, amit szintén így eszembe jutott, hogy van amikor a farok csóvája című film, amikor ugye van egy ilyen szenárió, hogy amerikai elnök választási kampányban valahogy valami szexbotrányba keveredik az elnök, el akarják tusolni, és akkor fölkérnek egy producert, és ugye, és ez a szenárió mindig elromlik. Tehát, hogy, és akkor mindenki összezuhan, hogy hát vége mindennek, és akkor a producer mindig azt mondja, hogy csak most kezdődik. Tehát, hogy ez a kihívás. És tényleg én is úgy vagyok ezzel, most már jó ideje, hogy jön valami ilyen összeomlás, akkor most így, ez az. Tehát, hogy most ezen találjunk fogást is, hogy ez a kihívás, és egyébként nem lehet szerintem másképp hozzá viszonyulni, mert hogyha az ember összezuhan és depresszió esik, akkor gyakorlatilag elsodorja ez az egész történet. A motivumvilágodról szeretnék egy pár szót kérdezni, hogy a nézők egy kicsit ebbe tájékozottak legyenek, hogy a minden kortárs művésznek van egyfajta ilyen portfólió készlete, ami az évek során úgy alakul. És azért itt a művészi szabadság nem abból áll, hogy azt csinálok, amit akarok, mert nyilván egyfajta alázat is kell ehhez, mert tehát emberek persze a reputációjukat, pénzüket, idejüket, gyűjtők is, ugye, tehát koherens életművet várnak, hogy mennyire kell beleragadni egy,
most ilyen kicsit ilyen provokálak, tehát mennyire kell beleragadni egy mintába, mennyire kell önmagát ismételni, vagy nem kell a művésznek, mi az, amikor egy dolog kimerült, és milyen módon lehet esetleg úgy váltani, hogy ez ne legyen egy teljes párfordulás? Hát azt gondolom, hogy ez művészenként változik, de az biztos, hogy Magyarországon én ezt nem tapasztaltam soha, hogy egy galériás mondjuk megmondta volna egy művésznek, hogy mit kell festeni. Legalábbis nekem nem mondta meg még soha. De hogy Londonban ugye néztem így kollégákat, meg beszélgettem, és ott, tehát, hogy konkrétan van ilyen szituáció, hogy odajön egy galériás, és azt mondja, hogy ez a képed, ez jó, ebből kérek még 20-at. És hogyha ez bejön a gyűjtőimnek, akkor 2-3 évig neked ezt kell csinálni, mert akkor van egy bizonyos érdekcsoport, amit neked ki kell szolgálja. Tehát, hogy van ilyen, és nyilván ez most a legdurvább példa, de hogyha az embernek beindul valami, vagy elindul egyfajta piaci kereslet egy bizonyos típusú műtárgycsoportra, akkor azt csinálni kell. Vagyis hát csinálni kell, hát célszerű. Vagyis hát az ember nem csinálja, akkor nyilván ezt nem lehet felépíteni. Végül is, hát mondhatja a galériás, hát bocs, nem én találtam ki, és ugye azért a művészeknek is mi a cél, nem az, hogy képeket fessen, hogy ő, tehát brandet is kell építeni, az pedig úgy következik, hogy a galerist tudja, ugye a galerista, hogy melyik gyűjtőjének a gyűjteménye csiszolható, be vagy ajánlható az a munka, és úgy gondolom, hogy azért ezen belül lehet megújulni, sőt, itt nagyon nagy szerepe van a multipliknek, amikor egyre többen kezdik el keresni, és egy kicsit talán az egy ilyen jó analógia, hogy például Bon Jovi sem mondhatja azt a stadionba összegyűjteknek, hogy It's My Life-ot nem éneklem, azt annyiszor énekeltem el, hanem inkább az új lemezem, és It's My Life, közönség, tudom, ezzel adja az új lemezt. Igen, szóval ebben... Tehát a kontinuitás nagyon fontos. Ebbe azt gondolom, hogy ez egy ilyen, igen, ez egy kétoldalú kérdés, hogy az ember... Hát nyilván, hogyha az ember nagyon megragad egy típusú dolognál, én azt gondolom, hogy egy ilyen 5-6 maximum 8-10 évnél tovább nem hiszem, hogy lehet csinálni egy bizonyos típusú műtárgyat, mert egyszerűen te önmagad megunod. Tehát már egyszerűen nem okoz neked örömet az, hogy létre... Tehát, hogy unalmas lesz. Hát jó, ez itt egy olyan intervallum hangzott el, ami azért ember életben számottevő. Tehát számottevő, igen. Munkahelyen is azt mondják, hogy 7 évente illik váltani, tehát vannak igen, más gyakorlatok. Igen, ez embere válogatja, meg nyilván itt van, tehát hogy bizonyos témában mennyi van. Tehát, aha, hogy vannak olyan témák, vagy olyan formák, vagy anyag, vagy akármi, amiben mondjuk van 10 meló. Akkor lezártam a korszakomat, szokták mondani, ugye itt a művészet. Hát kifogy, vagy nem tudom, hogy nem is az, hogy kifogy, hanem a világ gyorsan változik talán. Aha. Tehát, hogyha én speciál, én nekem minden egyes munkaciklus, amit elkezdek, az valami olyan újszerű élmény inspirálja, amit akkor élek meg. Tehát most a Covid alatt is... ilyen lockdown által szegről végről inspirált meló, amit a Fold, most van Londonban egy szólókiállításom, Fold galériában ott szinte az összes anyag az ebből jön, hogy amit én átéltem a lockdown alatt. Muszáj, hogy nyissak egy új ciklus, de az nem jelenti azt, hogy amit most ott lezárok, vagy már nem csinálok, az mondjuk rossz lenne, vagy meghaladott lenne, hanem hát, hogy te úton vagy, és akkor azon már túlhaladtál, és akkor mész valami felé. Ez a fajta megközelítés egyébként szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy vízió. Neked van egy víziót, hogy ugye, hogy haladsz valami felé? Abszolút. Tehát, hogy te el tudod képzelni magad mondjuk 5 év múlva? Hogy... Hát, azt tudom, hogy hol szeretnék lenni 5 év múlva. Ez tök jó. El tud képzelni, akkor meg tudsz azt csinálni. Nem tudom egész pontosan megmondani neked, hogy mit fogok festeni 5 év múlva. De ha megtudnám, akkor lehet, hogy baj lenne. Szóval én azért szeretem ezt a fajta ilyen misztériumot. Szóval én azért szeretek műtárgyakat létrehozni, mert addig a pillanatig, amíg nem érzem azt, hogy ez kész, addig van benne egy olyan fajta kíváncsiság, egy olyan ilyen szenvedélyes vágy, hogy én ezt meg akarom ismerni, ezt meg akarom látni. És ez a faj, hogyha én igazán szenvedélyes vagyok, és inspirált vagyok, és ilyen vágyakozó vagyok arra az egy adott műtárgyra, ami nem mindig egyforma az embernek az érdeklődés. Ha az én érdeklődésem a tetőfokon van, akkor az a műtárgy általában úgy fog sikerülni, hogy ezt más emberek is fogják érezni az én lelkesedésemet, ami abban volt. És akkor érzem azt, hogy tudok adni valamit ebből másoknak is az én élményemből. Nagyon érdekes. Ezért zseniális a képzőnyszer, én ezért szeretem ezt,
hogy az a fajta felfokozódás és lelkesedés, amiben én tudok kerülni, ez valahogy így az emberek megérzik. Ott van egy tár, én azt kirakom, és ez örökre ott van. Tehát, hogy azon a falon, vagy bárhova bekerül, arra valaki ránéz, és ezt valahogy érezni fogja. Szóval ez konzervál valamit olyan abból, ami mi embereket tesz minket az érzelmeinkből, vagy a gondolatainkból, vagy akármiből. Ami hatással tudsz lenni emberek életére. Igen, és hogy ezáltal van szerintem a művészetben egy ilyen valami, ami nem hagyja az emberiséget nyugodni. A művészet valahogy persze már meghaladtuk, festészet meghalt, nem tudom, annyi ilyen van, de valahogy mégsem. Valahogy mégis, nem tudom, az emberek szerelmesek akarnak lenni, hiába, nem tudom, online dating, meg nem tudom, robot, mindenféle van már, hogy lehet egy embert helyettesíteni. De hogy az emberek szerintem valami mindig szerelmembe akarnak esni, és még mindig akarnak látni olyan művészetet, amit még nem láttak. Hiába gondoljuk azt, hogy már nincs új a nap alatt, és mindent láttunk. Akkor is azon, hogy mindenki, aki besétál egy kortárs művészeti akármilyen kiállítótérbe, ő azért lép be oda, hogy hát ha látok valamit, ami lesz rám olyan hatásra, amilyen eddig még nem volt. Köszönöm. Lejárt a műsorunk, de azért még motoszkál bennem egy kérdés, hadd tegyen föl, hogy ugye itt nagyon sok mindenről beszéltünk, de van egy kérdés, amit még talán nem tettem fel senkinek, hogy mennyire kell itt a kortárs művésznek, celebnek lenni? Tehát mennyire kell exhibicionistának lenni, mennyire kell showmannek lenni ahhoz, hogy az emberek felfigyeljenek túl a műtárgyakon? Ez azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit különböző kontextusban különbözően lehet megválaszolni. Magyarországon lehet, hogy nem kell. Tehát Magyarországon azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy ez kontraproduktív, hogyha valaki nagyon celeb. De például Angliában vagy Amerikában a művészek egyszerűen celebek. Tehát, hogy Tracy Emin vagy David Hockney, ők meghívják tévéműsorokba, a rádió felhívják, nem ugyanolyan egy képzőművészet, tehát hogy most itt ülsz egy tévéműsorban. Most például, igen, de hogy ez egy művészeti műsor, igen. Tehát hogy itt abszolút commercial, for profit, ez megy. Tehát hogy ugyanúgy felhívja a BBC Radio az Elton John-t, mint a David Hockney. Kettő között nincs különbség. Tehát ha valaki egy popstar és egy képzőművész, az ugyanúgy kulturális ikon, tehát hogy egy véleményvezér. És azt gondolom, hogy ez azért is nagyon jó, hogyha a művészek valamennyire celebritik, hogy ezáltal közelebb hozzák az emberekhez a kultúrát. Tehát, fontosnak tartják. Tehát bárki meghallgat a rádióban egy Elton John számot, de nem mindenki megy el mondjuk egy Ludwig Múzeumban megnézni egy David Hockney képet. Tehát mondjuk alkalmasint Magyarországon. Tehát itthon még ezen dolgozni kell. Én akkor azt gondolom, hogy igen, de közben meg ez azt az olvasatot hozza, hogy jaj, akkor a művész itt az exhibicionista, meg önmagát eladja, meg nem tudom, meg akkor a szakma így elfordult tőle, meg nem tudom. De közben hosszú távon ennek azt gondolom, hogy olyan hatásai vannak, amit mondom, megint csak egy ilyen külföldi modell által látok, ami egyszerűen az egész szférának jót tesz. Én úgy gondolom, hogy mindenben meg lehet találni az egészséges középutat. Nagyon szépen én köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethetünk, remélem, hogy folytathatjuk. Kedves nézők, ez volt a mai heti kortárs, Nemes Mártonnal beszélgettem, foglalkoznak a kortárs művészettel, kortárs műgyűjtéssel, keressenek rá a fórumra az interneten, nagyon sok találatot fognak majd meglelni, és legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra.